Gondolj bele abba, hogy cég tulajdonos vagy, 20 éve megy a céged, autóipari elektronikai termékek fejlesztésével, kivitelezésével, beszerelésével foglalkozol, teljesen nyugodt a cég életed, veszed föl az alkalmazottak, évről évre jönnek fiatalabbak, mindig szükség van egy mérnökre, egy fejlesztőre, különböző munkatársakra, és egyszer csak látod azt, hogy amikor épp egy következő felvételi beszélgetésre készülsz, akkor begurul motorral egy srác, hát mire gondolsz, semmire, valaki motorral, valaki autóval közlekedik, szimpatikus a gyerek, fölveszed a cégedhez, egyszer csak egy ideje, amikor nálad dolgozik, eléd áll és elkezdi elmondani a korszakalkotó ötleteidet. Persze ilyenkor mondjuk ilyen cég tulajdonosként, ez a leveri a biztosítékot, nem megír egy okoskodó ember, 20 éves cégemet meg akar itt reformálni, terméket akar fejleszteni, azt hiszi, hogy azért, mert ő motoros, majd kitalálja a tutit, és úgy higgyétek el, hogy viszont vannak olyan esetek, amikor ezek a dolgok beválnak. Ugyanis ez a fiatal srác, aki elkezdett dolgozni ennél az autó elektronika fejlesztő cégnél, ő valóban kitalált egy olyat, amire azt mondta a főnöke, hogy csapjunk bele és csináljuk. Előre elmondom, tehát még miért megmutatom, hogy miről van szó, hogy ami az éhhalál, ami nálam leveri a biztosítékot, amikor megkerestek különböző termékekkel, mutasd be ezt, és higgyétek el, volt itt virágkaspótó kezdve, minden olyan termék, amely közel nincs a motorozáshoz, vagy akár motorozással kapcsolatos olyan termék, amire azt mondom, hogy hagyjatok békén engem a hülyeségetek, nem akarok minden áron ilyen motoros teleshopot csinálni az én Facebook oldalamból, nem akarok minden áron mindent bemutatni, minden áron mindent eladni, nem attól lesz jó egy oldal, hogy az utolsó kulcstartón keresztül, az utolsó kütyű szar kapcsolón keresztül mindent mutatok. És azt mondom, hogy vegyétek, csak azért, mert sok ember van itt, ez vele jár ennek az oldalnak a készítésével. Amikor megláttam ennek a srácnak az e-mailjét, az a szokás is, az a Isten, miért találnak meg engem mindig ilyen emberek, ilyen termékekkel, mert csak azt láttam, hogy kitaláltunk egy újfajta telefontartót. Tudod, ez a, már múltkor is cseszegetett egy motoros bolt a telefontartójával, megjöttek Kínából, hogy ez nem így tartja, hanem úgy tartja, minden. Nem érdekel. Annyi ilyen weboldal, meg motoros Facebook oldal van, aki örömmel mutat be mindent. Én azokat a termékeket, meg az olyan dolgokat szeretem, ami tényleg egyedi, vagy tényleg valóban olyan hasznos. Szóval elkezdtem végig böngészni a levelet, így még akkor mindig egy kicsit szkeptikus voltam, és azt láttam, hogy valami nyilván mindenki a saját termékét dicséri, de valami olyan másnak tűnt a levélben, meg a termék bemutatóban. És igazából mi történt? Most születik a termékre egy videó, de leültem erre a sráccal meg a cég tulajdonossal beszélgetni, és azt mondtam, hogy igen, én ezt nem hagyom ki, ez egy olyan fejlesztés, nem olyan rég volt nekem is olyan jellegű problémám, amit ezzel a termékkel kikerültem volna, hogy ez a termék megoldotta volna a gondomat, és nem más, mint egy telefontöltő! Na de nem akármilyen, meg telefontartó. Ugyanis, mindjárt mutatom nektek, Moto Charge Bar néven fut az a termék, full magyar fejlesztés és kivitelezés. Kicsomagolom, hogy lássátok, miről van szó. Madzagok persze, csomó minden, mert ugye elektronikai kütyűről beszélünk, nem csak egy sima telefontartó, remélem nem törtem össze. Ha ilyen, akkor a bemutató elmarad. Erre már kétfajta doboz is van, mindegyikben vannak kiegészítő kis kütyük, valami. Előzetesen már felszereltem itt a konzolnak az alaptartóját, hogy ne kelljen vele itt a videóba szarakodni. Nos, először is, mikor megláttam ezt és nem fogtam a kezembe, na mondom, ilyen műanyag, GoPro jellegű, gagyi, valami, aztán a kezedbe fogod, akkor alumínium mart cucc. Tehát nem egy gagyi műanyag, hanem igényes alumíniumból lefényezett, eloxált, nem tudom milyen utóbb módon színezett konzol, és most jön az igazi lényeg, ez a termék, ami itt van a képen, ami nem más, mint egy fém kis szerkezet, egy csatlakozóval, ugyanis ez telefontartó és töltő. Tavaly, mikor mentem le az Adriára, akkor izzadtam szó szerint az internet előtt, hogy a tökönbe fogom fölvezetni a csapatot, elcsatongolunk ott jobbra-balra, a telefon nem fogja bírni GPS töltés nélkül, hogyan fogom én azt töltögetni, az én motoromon nem volt szivargyújtós töltő, de az is állandóan kicsúszik. Még nem kitaláltam azt, hogy veszek egy kisméretű powerbanket, meg egy akkora méretű telefontartót, amivel talán kibírja az egész napot, ha kell, akkor veszek két powerbanket, és akkor biztos, hogy bírja a napot a telefon. Jött a következő probléma, beleteszem egy tokba, egymáson van a tok meg a
powerbank, és meg kell törnöd a madzagot, ami vagy érintkezett, vagy nem. Azt szerintem nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen, aki azzal küzdik, hogy a telefonját nem csak motoron bedugva töltése, hanem már íróasztalon letél bedugva töltése is, ilyen 1000-ből egy pozícióba álló, a kitámasztott valamivel ki kell támasztani a töltő madzagot, hogy érintkezzen a töltővel. Én nekem minden telefonom így jár. Mondom, lehet, nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen, de minden telefonom egy idő után tönkre megy a kis bedugaszoló lukja, és van 6000 madzagom, amiből 3 az, ami talán-talán jól érintkezik az esetek felében. És mit nem adtam volna tavaly az Adria Tour-ra előtt, hogy azt mondom, hogy akkor kerestek meg, ugyanis létezik már olyan fajta telefontöltő, ami vezeték nélküli, hogy csak simán ráteszed a telefont, és akkor tölti. És most ez a srác fogta, és összekötötte a kellemest a hasznossal, kitalálta azt a fajta telefon, motoros telefontöltőt, hogy nem kell a telefonban madzagot tolni, és kétféle módon, mindjárt fölveszem, mert leesett, kétféle módon tudod csatlakoztatni a motorodhoz a telefontöltőt ideiglenesen, hogyha van a motorodon szivargyújtó, illetve adnak hozzá egy olyan hosszabb fajta kábelt, amivel saját magad rá tudod kötni az akkumulátorra, szépen elvezeted a tank alatt, idomok alatt, kihozod a kormánynál, és akkor azt mondod, hogy a fixre használod mindig ugyanazt a motort, akkor nem kell szarakodni a szivargyújtóval, hanem akkor fixre adsz egy betáplálást ennek a töltőnek. Nem csak ilyen, ez egy fém cucc, ugye. Az első ránézésre is azt mondtam, oké, srácok, ez rendben van, hogy tök jó az a telefon tartó, az oldalán van egy ilyen kis görgető valami, látod, hogy ott szűkül a cucc, tehát úgy tudod ráfogatni a telefont, de mi van akkor, ha esik az eső? Azt mondja nekem a srác, milyen telefonod van? Hát mondom, most épp egy S7. Azt mondja, hát az vízálló. Fogalmam nem volt róla, de ettől függetlenül, hogyha valakinek olyan a telefonja, hogy nem vízálló, vagy nem bízik abban, amit mondanak, csináltak ők olyat is, ami telefontokba behelyezhető, és akkor vízálló telefontokba beleteszed, ez csak egy szivacs betét, hogy a... rá van téve, nem akarom kiszabni. Egy szivacs betét, és rajta van a maga a töltő, amire ráhelyezed a telefont, ezt ugyanúgy össze tudod hozni az aksiddal, úgyhogy ha nem olyan a telefonod, ami vízálló, akkor telefontokba is tudod tölteni a valamidet. Különböző ilyen kütyű kiegészítőket is adnak hozzá. Mindjárt mutatom, hogy mindenfajta motornak a felfogatását ők már átnézték, 1000 motort, hogy hol milyen talp kell, hol hova lehet, milyen felfogató valamik vannak. Amit én a kormányra tettem, az a klasszikus, hogy bilincsel fölteszed a kormányra és hello. Úgyhogy mindjárt föl is teszem rá. Sose hittem volna, hogy én egy telefontartóról csinálok videót, de hulla komolyan mondom. Viszont hova tettem itt a kis próbámat, amivel az előbb ezt felraktam. Egy pillanat türelem. Nem is próbával raktam föl, hanem csavarhúzóval, de lehet, hogy ide próba kell, mert nem félek ide a csavarhoz. Ja. Bezony. Az Adria Tour a szóba került, ugye most per pillanat itt a lezárások miatt csúszott a tavaszi terv, kb. Most ilyen április második felébe mentünk volna le az Adriára. Én nagyon remélem, hogy hogy nyár végére rendeződik a helyzet. Nagyon bízom benne, hogy akkor le tudunk zúzni legalább 2 hétre, úgyhogy 2 turnust meg akarok ott csinálni szeptember végén, de hát az majd kiderül. Na. Nagyon igényes kivitelezés egyébként, tehát így nem bízták a véletre, nincs elgagyizva ez a történet. Most csak jó, magamat szivatom egyébként, mert most pont beletettem, hogy olyan konzol, nem néztem azt, hogy nem is kellett volna itt, az egész szerelés nem kellett volna csinálnom. Nem néztem meg, hogy az alján... De várjál, elforgatható? Most nem akarom, hogy terültetni, inkább leveszem. Szóval ez nem az a holmi, amit fölraksz, és véletlenül mondjuk beleakadsz, vagy valami, akkor eltörik, aztán félúton ott állsz egy ilyen Ligő logó telefontartó állványjal, vagy konzollal.
Mindjárt kíváncsiak, hogy működik egyáltalán. Most nem fogom itt szétborítani a motort, hogy rákössem az aksira, mert azt motorja válogatja, és nyilván majd a saját motorodon megtalálod, hogy hova kell rátenni. Piros a plusz, csak mondom, hogyha valaki bármit beköt. Bárhova. Persze olyan helyre tettem a csavart, meg úgy, meg olyan szögben, hogy véletlenül se férjek oda hozzá normálisan. Annyira állj meg, hogyha a telefon derakom, akkor azt még bírja, azt majd megigazítom. Hol a telóm? Itt. Ja, meg kell még a USB madzik. Annyira félre beszélek, de komolyan USB madzagnak hívom a szivargyújtót. Na nézzük. Eddig jó, ami nem robbant föl most, hogy rátér, egy gyújtás nincsen rajta. Na nézzük. Arra figyeld, hogy izomból ne összeroppantod a telefont, mert azért fémszerkezet az egész, és már tölt is. Yes! Motocsercs városok! Így körben nyaltalak volna titeket, hogy ez tavaly szeptember elején külditek, és nem kellett volna fél napon keresztül azt csillabizálni, hogy mekkora telefontokot vegyek ahhoz, hogy beleférjen vastagságra, hosszra, ne csúszson el a telefon, kitámasztva minden sufni tuningot próbáltam. Brutál jó a cucc, nem adom vissza, nem tudom, hogy nekem akartátok adni, de ez az a cucc, amit nem kaptok vissza. Kitettem ide a videó mellé egyébként, hogy olvassátok el a részleteket, nem olyan hú de bonyolult az egész történet, a Motocsercs városoknak a weboldalát megtaláljátok, itt a videó melletti szövegben ott van a link, van egy csomó viszonteladó partnerük, és szerintem keresnek is még, és azt gondolom, hogy ez egy jó biznisz. Ha motoros boltos vagy, akkor csatlakozz a viszonteladó hálózatukhoz, mert halál jó a cucc. Ja igen, az ára ennek a fém tartónak azt szerint 35 ezer forint körül van, a sima tokba helyezhető meg ilyen 15 ezer forint körül, de nem akarok hülyeséget mondani, nézzétek meg a weboldalukon. Köszönöm szépen a karácsonyi, az elkésett karácsonyi ajándékot, megtartom, és töltök ezerre.